Szeretettel köszöntök minden kedves nézőt! Ezen a lerendhagyó fizika órán a termikus kölcsönhatásról lesz szó. Nézzük csak! Először is megbeszéljük azt, hogy mit nevezünk termikus kölcsönhatásnak. Utána megnézzük, hogy mi okozza a testek hőmérsékletét, elvégzünk egy kísérletet a termikus kölcsönhatásra, összegezzük tapasztalatainkat, táblázatba rögzítjük az adatokat, grafikonon ábrázoljuk a mért adatokat. Aztán megnézzük, hogy mitől függ a termikus kölcsönhatásban lévő testeknél a kialakult közös hőmérséklet. Milyen tényezők befolyásolják ezt a kialakult közös hőmérsékletet. Ha veszek két különböző állapotban lévő testet, például nézzünk két biliárd golyót. Ha ez a két golyó kölcsönhatásba lép egymással, akkor mind a kettőnek megváltozik az állapota. Nézzük csak. Megtörtént a kölcsönhatás, az ütközés, megváltozott mindkét golyónak a sebességének iránya, mozgása, sebességének nagysága. Változott a mozgásállapotuk. De ha én szeretnék egy hideg téli reggelen egy forró kakaót inni, akkor az nagyon-nagyon forróra sikerült, nem tudom meginni. Mit tehetek a forró kakaóval, hogy lehűtsem, hogy meg tudjam inni? Hát, a leggyakrabban fogok egy tál hideg vizet, beleteszem a forró kakaót, várok egy picit, és nem sokára iható is lesz a kakaó. Tényleg finom. Ezt a kölcsönhatást, amikor a különböző hőmérsékletű testek érintkeznek egymással, termikus kölcsönhatásnak nevezzük. Termó, görög szó, és hőmérséklettel kapcsolatos dolgot jelent. Sok olyan termóval kezdődő szavunk van, ilyen például a termosz, amely a hőmérséklet tárolására szolgál, ugye olyan edény, amibe az ital hőmérsékletét megőrzi. Télen a meleget, nyáron a hideg üdítőt tároljuk benne. Végezzünk el egy kísérletet, amikor két különböző hőmérsékletű testet kölcsönhatásba hozunk egymással, és itt mérni fogunk különböző fizikai mennyiségeket. Nézzük meg, hogy milyen fizikai mennyiségeket mérünk. Először is mérni fogjuk a test hőmérsékletét. A hőmérséklet mérésére a hőmérőt használjuk. Robert Brown, angol botanikus, vette észre, hogy az anyag apró pici részecskékből áll. Ezek a pici részecskék mozognak. Ez a rendezetlen mozgás okozza a testek hőmérsékletét. Ha egy test hőmérséklete nagyobb, akkor ez a mozgás gyorsabb, intenzívebb. Tehát a részecskék gyorsabban mozognak a magasabb hőmérsékletű test esetén. A nagyobb mozgáshoz nagyobb hely kell, és ilyenkor az anyag térfogata megnő. Ha egy pici higganyt teszünk egy kis tartályba, és egy csövön át hagyjuk, hogy táguljon, akkor ez már el is készítettük a hőmérőnket, amely mögé skálát helyezünk. A hőmérséklet növekedésével a higany szál egyre feljebb kúszik. A hagyományos hőmérők mellett vannak az úgynevezett digitális hőmérők, amely hasonló elven működik, csak a mért értéket egy ilyen kis digitális kijelzőn tudjuk leolvasni, tehát nem a skála beosztását nézzük, hanem konkrét számokban már ki is írja, hogy a szoba hőmérséklete 22,2 fok. Ez pontosabb, mint a hőmérőnk, amelyen csak azt látjuk, hogy 22 fok van a szobában. Tehát ezekkel fogjuk a hőmérsékletet mérni. Aztán megmérjük a hideg víz, a kölcsönhatásban lévő hideg víz tömegét, erre mérleget használunk, illetve a beleteszünk forró vizet, a forró vizet picit megfestjük káliumpermanganáttal, és utána mérjük, hogy hogy változik a hőmérséklete a meleg víznek, illetve a hideg víznek. Az idő mérésére pedig ezt a stoppert fogjuk használni, és fél percenként leolvasom a mért hőmérsékletet, a hideg víz esetében és a meleg víz esetében. A mért adatokat táblázatban rögzítjük. Mit mérünk? Először is mérjük majd a meleg víz tömegét. Ezt lemérve 100 g-ot kaptunk. Majd lemérjük a hideg víz tömegét. A hideg víz tömege 250 g lesz.
utána mérjük az eltelt időt. Az időjele a pici T betű, és percbe mérjük. Fél percenként leolvassuk a hőmérőről a meleg víz, illetve a hideg víz hőmérsékletét. Az egyszerűség kedvére a szokásos piros, illetve kék színt használjuk. Tehát nagy T a hőmérséklet jele, kicsi M indexel jelöljük azt, hogy ez a meleg víz hőmérséklete, a mértékegység pedig Celsius fok végig. Ugyanez a hideg víznél is, csak az index, ami jelzi, indexel nekünk, hogy hideg ez a víz. Tehát a táblázat adatait grafikonon fogjuk ábrázolni. Nézzük akkor a kísérletet. Fogom a vízforralóból a forró vizet. Megnézem, hogy pont 100 g forró víz kerüljön az edénybe. Igen. Jön a kölcsönhatás, vagyis elindítom az órát, de mielőtt elindítanám az órát, megmérem a hideg víz, illetve a meleg víz hőmérsékletét. Leolvasom, és papíron rögzítem. Most elindítom az órát, ahogy létrejött a kölcsönhatás, és fél percenként leolvasom a mért értékeket, a lapra rögzítem. És 4,5 perc múlva a mért adatokat rögzítettük, a táblázatunk kitöltésre került, láttuk, hogy a meleg víz a kezdeti 78 Celsius fokról 4,5 perc múlva 35 fokra csökkent, illetve a 22 fokos hideg vizem 35 fokra csökkent. Ábrázoljuk tehát a hőmérsékletet az idő függvényében. Először a meleg vizet, tehát a kezdeti nulla időpontba 80 fok körül van. Akkor azt úgy osztom be a függőleges skálát, hogy 8 darab egyenlő kis egységet választok, és azt mondom, hogy úgy lesz ez 80, ha minden kis egységem 10 Celsius fokot ér, tehát 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 és 80 Celsius fok a legmagasabb hőmérséklet, amit ábrázolni szeretnék. A vízszintes tengelyre, amire az időt mérem, oda ugye 0-tól 4,5-ig fél percenként kell eljutnom, ez 9 darab egységet jelent, 9 egyenlő beosztást készítek. Fél percenként beírom az eltelt időt, és a többi helyre nincs is szükségem. Akkor tehát ábrázoljuk nulla időpillanatban a 78 fokot, az 80-nál egy picivel kevesebb. Fél perc után a hőmérsékletem 68 fok, ez valahol 70 alatt található. Egy perc után 59 fok, hát ez meg 60 körül van. Másfél percnél 50, két percnél 47, valamivel 50 alatt, két és fél percnél 44, három percnél 38, már 40 alá mentem, három és fél percnél 37, négy percnél 36 Celsius fok volt a hőmérséklet, és 4,5 perc után 35 fokos lett a meleg vizem. Kérdés, hogy összeköthetem-e ezeket a pontokat? Mikor köthetem össze? Hát ugye, hogyha folyamatosan változik. Folyamatosan változik a hőmérséklet? Igen, a mennyiségünk folyamatosan változik. Tehát 78-ról úgy lesz 68 fokos, hogy közben pillanatról pillanatra hidegebb lesz a hőmérsékletem. És így tovább, tehát a görbé, meg tudom rajzolni a görbémet a pontokból. Ugyanezt megteszem a hideg víz esetében is, aki kezdetben a nulla időpillanatban 22 Celsius fokos volt, fél perc után már 27,
ez szinte 30, 1 perc után 30, másfél perc után 32 Celsius fokos, 2 perc után 33, 2,5 perc után 34, majd ismét 34, ez kicsit lejjebb került a 34-hez képest, 34,5 lett 3,5 percnél, 4 percnél szintén 34,5 fokos, és 4,5 perc után 35 fokos. Megint csak folyamatosan tartott ez a hőmérséklet változás, tehát a görbe pontjait összeköthetem. Vagyis változott, változtatta a meleg víz a vele kölcsönhatásban lévő hidegvíz hőmérsékletét, de úgy, hogy kölcsönhatás közben mind a hidegvíz, mind a melegvíz hőmérséklete megváltozott. Mitől függ a testeknek ez a változtató képessége, hogyha a hőmérsékletet szeretném változtatni? Hát először is függ attól, hogy nem mindegy, hogy milyen anyagot melegítem. Nem mindegy, hogy ez a 78 fokos víz, az víz, amit beleteszek ebbe a hideg vízbe, vagy pedig egy alumínium darab. Ez egy anyagra jellemző, állandó, az úgynevezett fajhő, ami megmutatja, hogy 1 kg tömegű anyag 1 Celsius fokos hőmérséklet változásához mennyi energiára van szükség. Tehát mitől függ akkor a melegítő képessége az anyagnak? Az anyagi minőségtől. Mitől függ még? Hát nem mindegy, ugye, hogy 78 fokos vizet teszek a hideg vizembe, vagy pedig 100 fokos vizet. Mi lenne akkor a tapasztalatunk? Hát, ha melegebb vizet teszek, akkor a kialakult közös hőmérséklet is magasabb lenne. Illetve az sem mindegy, hogy én ezt a pici pohár 78 fokos vizet teszem a hideg vízbe, vagy pedig egy komplett csészényi forró vizet teszek, tehát egy csészényi 78 fokos vízzel melegítem ezt a hideg vizet. Mert akkor a kialakult közös hőmérséklet szintén magasabb lenne. Tehát foglaljuk össze, mitől függ a testek melegítő képessége, függ az anyagi minőségtől, nem mindegy, hogy víz vagy alumínium, függ a test tömegétől, nem mindegy, hogy kis meleg víz vagy nagy meleg víz, ezzel melegítem a hideg vizet, illetve függ attól is, hogy milyen hőmérsékletű az az adott anyag. Ennyit a termikus kölcsönhatásokról. Köszönöm a figyelmet!